Thank you.
Szép napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Hát folytatódjék akkor tovább ez a mai szép rendezvény. Az imént a Péceli Trombita Kvártett előadásában Péntek János Picsai fanfáját hallhatták. Következzen most az Anonymous Kvártett, Werner Leó rókatánc. Választásának értelmében a következő műsorszám Csajkovszki régi francia dal Winkler Ensemble előadásában hallhatják.
Következzék a három grácia Vácról. Mozart numero 4-es nocturnóját fogják játszani. Kvártett produkciót hallgatnak az Aulos Kvártett előadásában David Bonomo, Dalibor. Thank you.
A fúvola kvártett után következik egy klarinét kvártett, egész pontosan a Fekete Gyöngy klarinét kvártett Gödöllőről. Joplin Pickering című művét fogják játszani.
A gála műsor utolsó száma következik, amit az Aulosz trió fog előadni, Zemplényi László trió című művel harmadik tétel. Kedves hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, eljött a várovárt pillanat. Szeretném köszönteni a Harmónia, Pécelli Harmónia Alapítványnak az elnökét is, aki megtisztelt minket azzal, hogy az eredményhirdetésre eljött hozzánk. Kérem, tapsolják meg! Köszönjük szépen! De mielőtt sor kerülne várovárt eredményhirdetésre, felkérem dr. Lakatos Györgyöt, hogy értékelje a mai eseményt. Meg a színpadon vagyok, itt is jó vagyok. Jó, azért, mert ott beszél kamerában. Nem kell engem kamerában. De ide állhatok, de a kamera fordul erre. Hát egy 40 percre gondoltam, hogy összefoglalom a történeteket. Először is azt... Mindig nagyon szeretek ilyen helyekkel lenni. Egy verseny mindig... tudom, hogy ez több szempontból gondolkodik az ember a versenyen. Ő versenyzőnek gondolja magát, én meg zsűrinek gondolom magamat. De itt nem versenyről van szó, hanem azért arról van szó, hogy együtt vagyunk. Azt, hogy most milyen értékelést kap valaki, most például most hogy játszott délelőtt, valaki egyébként délelőtt jobban játszott, és valaki délután játszott jobban. És hogyha holnap kezdenik előről, lehet, hogy megint másképp történne. Tehát azt, hogy most milyen minősítést kap valaki, ez jelent valamit, de nem minden. Tehát még bármi lehet.
Szokták mondani, hogy a határa csillagos ég. Magam is ezen a pályán vagyok, én mindig szeretnék fejlődni. Nem mindig sikerül. De annak nagyon örülök, hogy ennyire eljöttek, akiben tele van a terem. Mondhatnánk azt, hogy kevés versenyző volt, mert csak 7 voltak, vagy 7 csapat volt. Lehetett volna akár 27 is. De megint az a kérdés, hogy félig van tele a pohár, vagy félig üres a pohár. Annak kell örülni, hogy akik eljöttek, azok itt vannak. És hogy itt játszottak. És hogy nagyon jól éreztük magunkat. Mondhatom, hogy ilyen nevetekben is. Te is biztos? Ha megvoltunk. Az nagyon nagy dolog, ugye a hangszeren játszani is nagy dolog, tudom, mert nekem én is elég viszonylag régóta játszom, a gyerekeim is, mind a 4. De hogy ilyen fiatalon kamara zenéltek egymással, az nagyon nagy dolog. Ki itt a legfiatalabb? Maguk ki, és azt mondjam, hány évesek? Mert 10? 10. Angolosan is tudom mondani? 10. 10! Így kell mondani. Van fiatalabb nálunk? 10-nél? Nincs. De azt mondom, aki 10 évesen, ez nagyon nehéz műfaj. Egyedül is nehéz játszani, de együtt az még nehezebb. Akkor figyelni kell a másikra, könnyű volt a 2-10 évesen játszani? Igen, tudom. Szóval figyelni egymásra, hogy mikor indítja azt a hangot, mikor fejezi be, hangosan játszik, halkan játszik, persze már megtanítja, hogy belejük veri, nem tudom, hogy csinálod. De hogy a játék közben egymásra figyelni, ez nagyon nagy dolog, hogy akkor ott már nincs ott a tanár, hogy ott kalimpáljon neked, meg üvöltözzön veled, vagy bármit csináljon, mert neked kell magadban a színpadon megoldani. Nagyon nagy dolog, hogy ilyen fiatalok is, itt azért többnyire 14-5 fölött nincs itt senki, ugye? Nem vagyok. Olyan? Szóval, hogy ez a kamarazene az életed végéig a legnehezebb műfaj lesz. A legcsodálatosabb műfaj egyike, és a legnehezebb is az, hogy... És teljesen, hogy ketten játszottok, vagy nevünk műrésű kamarának 5-6-7-8 körülbelül. De ez egy borrasztó nehéz műfaj, és rendkívül tanulságos. Hát nem te vagy, hanem mi vagyunk. Együtt játszunk, egymásra kell figyelni. És én nagyon jó dolgokat láttam, amiket tetszettek, vagy csináltatok, hagyd tegezzem a hallgatókat, mindenkinket. Elmondhatok egy pár tapasztalatot is. Mindig az egyik legnehezebb dolog, hogy vajon milyen darabot játszanak a gyerekek. Hogy mi az, amivel meg tudják mutatni a képességeiket. Hogy az jól is szóljon, el is tudják játszani, hallgatható is legyen, esetleg népszerű is legyen. Esetleg ismert legyen azért, hogy akkor valakinek az jót tegyen a fülének, hogy pont azért ne legyen ismert, hogy nem azt mondom, hogy bármit játszhassanak, de hogy akkor azért ne az legyen, hogy hát ezt nem így kéne játszani. Szóval nagyon nehéz. De most azt mondom, hogy annak ellenére nem vagyok feltétlen versenyeken könnyű zene párti, itt azért nagyon jól lettek a válogatások. Tehát ami elhangzott ebben a műfajból, az is nagyon jó volt, például ott, amit a kóboristák játszottak. A másik, ami egy mániám szokott lenni, a színpadi viselkedés. Amiben voltak nagyon-nagyon jó dolgok, és voltak kicsit kevésbé, de délután azért páran korrigáltak. Mert hogy ugye mitől... A színpad egy fantasztikus dolog. Tehát ott fönn lenni a színpadon, és szembe látni ezt a csodálatos, hát az nem biztos, hogy csodálatos, de hogy ezt a csodálatos fog tekinteted. Jó van. Szóval ezt ne higgyétek el, nem tudom, a tanárok ezt tudják, tehát itt is jó ülni, mikor az ember az iskolapadban ül, de mikor szembe ül a közönséggel, annál nagyobb dolog nincs a világon. Tehát van egy pár, de mondjuk a zenében kevés. De látja az ember ezeket a kíváncsi, érdeklődő, hallgató tekintet, ez egy nagyon nagy dolog. Szóval színpad az egy szent dolog. Csodálatos, de felelőssége van. Ki van az ember, mit csinál először? Először meghajol. A kotta a kezébe marad. Utána kezdve pakol. Kitesz a kotta, mert először a közönséget köszönti, megköszönni a tapsot. Lejátszott a darabját, meghajol, és utána elkezd szerelőcködni. Leszed a kottámet, és úgy megy ki. Ezt csak tanácsom mondom mindenkinek. Ez mindenhol a világon. Így kellene, hogy történjen. Mert első a közönség, és első, amikor bemegyek, köszöntöm neked, a második, amikor végeztem, megköszönöm a tapsot. És utána pakolok, karnétot törlök meg. Vizes bödömeket kiviszem a színpadon, meg egyebeket. Nagyon-nagyon jól tetszettek mindenhol öltözködni. Mindenki csinos volt, nagyon örültem az egyen. Fehér
nyakkendőknek, kiknek voltak egyek sárjaik itt a lányoknak, trombitásoknak a kék kendő, levetted most már magadról. Ott van még azért, jó. Szóval nagyon, ez nagyon tetszett. Még egy jó tanács mondok. Például ennek az elrendezkedésnek. Lehet, hogy a teremben így kell szembeülni, mert kicsi a terem, és így ülnek szembe. De már meg lehet próbálni ebben a korban is azt, hogy félkörbe ültessük a gyerekeket, hogy a közönség felén játszanak. Biztos, hogy jó, hogyha így szembe játszunk egymással, mert látjuk egymás tekintetét. De meg lehet próbálni ezt is előbb-utóbb, hogy kifelé játszunk. Először is akusztikailag jobban szól, másrészt hamarabb megtanulják a gyerekek azt, hogy a közönség felé kell játszani, a színpadról lefelé. A másik, jó, persze nem általán a mappákból játszani, az az úr lenne, a fehér fénymásolt kottákat kitenni, jobban néz ki, hogyha egy fekete mappába vele van téve. Ezt akartam még a színpadi, meg a játékról mondani. A másikat azt, hogy nagyon köszönjük mind azt, hogy gyakoroltatok, meg készültetek, a felkészítő tanároknak, hogy foglalkoztak velük, mert foglalkozni tölött velük, szerintem, nem? Tölött. Szívesen jöttek be külön órákra? Nem mindenki, nem meggyőző a bolgatásom, ahol fejtettem. Hiába nincs mese, ezen a pályán nincs mese, meló, meló, meló. Ez kilométer. Én már nagyon régóta úgy gondolom, hogy a tehetség az maximum 40%. Nem több. Néha azt mondom, hogy kevesebb. De maximum 40%. A többi gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Észszer és fejten. És így lehet egészen közepes tehetségből is lehet egészen jó, és zseniális tehetségből sem lesz semmi, hogyha nem dolgozik. Ez így van. De hát itt úgy látom, hogy itt azért dolgoztak. És nagyon örülök, hogy azok, akik délelőtt esetleg kicsit kevésbé játszottak jól, mert délután kicsit jobban játszottak. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt lehettünk. Jó ebéd volt egyébként. Jó dolog. Köszönjük a szervezőknek, igazgatónőnek, köszönjük szépen, hogy ilyen jól tartottak minket. Nektek meg kell tapsolni az helyieket. És úgyhogy most szerintem diátodó fog következni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket, és köszönjük, hogy itt volt. Akkor elkezdjük sorba. Minősítést kapott a Windclar Ensemble Pécerről. Gratulálok!
Ezüst minősítést a zsűri három csoportnak adott. Egyikük a Fekete Gyöngy Klarinét Kvartett. Ismeri engem, még mindig fejkendőben járok most már talán 40 éve. Minden évben szoktam, vagy minden versenyen szoktam egy fejkendő külön díjat adni annak a muzsikusnak, aki valamilyen szempontból nekem szimpatikus. Nem feltétlenül csak zenei szempontok játszanak közre, hanem egyéb mások is elő szoktak fordulni. Most nincs nálam fejkendő, nem úgy készültem, de ha megkapom az illetőnek a címet, akkor elküldöm neki. Ezt a fejkendő külön díjat idén Hargitai Csanád kapja tőlem. Hiszen meg szeretnénk köszönni a zsűri munkáját. Azt hiszem, hogy valóban nagyszerű volt, hogy ők itt voltak közöttünk, és nem volt kis dolog, hogy ők eljöttek, hiszen talán többen is tudják, hogy valóban mindhárman nagyszerű és nagyon híres művészek, és az, hogy a mi kis városunkat és a kis zeneiskolánkat megtisztelték, ez külön öröm nekünk. Mielőtt valóban személyesen is megköszönném és átadnám az önkormányzatnak a kisebb ajándékát, először is azt szeretném még elmondani, talán emlékeznek, hogy a hosszú bevezetőmben, köszöntőmben említettem a Rádai családot, és a Rádai családnak a különböző fiait, hogy milyen híresek voltak. De Pécelnek volt egy másik nagyon híres szülötte, aki ugyan nem Magyarországon lett ilyen híres,
sőt, migrációba kényszerült, és Kanadában írta meg a csodálatosabbnál csodálatosabb verseit. Fáy Ferencről van szó, aki Pécelvárosnak posztumusz megkapta a díszpolgári címét is. Egy ilyen kis ajándékkal szeretnénk megköszönni a munkájukat, és az, hogy emlékezzetek rá, hogy itt voltatok, tehát ez lesz a kis ajándékuk, úgyhogy kérem, nagy tapsot a Zsülinek. Szeretném köszönteni Márkus János urat, a Harmónia Pécel Alapítvány elnökét. Ahogy a bevezetőben mondtam, ő is nem csak hogy támogatta az alapítványt, de mint védnök ő is figyelt ránk, bármi problémánk volt, figyelő szemeivel támogatta a mi munkánkat, úgyhogy köszönjük. És hát a mai nap ugye egy kicsit úgy sikerült, hogy mivel nem voltunk olyan sokan, mint gondoltuk, illetve rövidebbek is voltak a műsorok, így egy picit előrébb hoztuk, de sajnos elfelejtettük elmesélni neki, hogy egy picit előbb kellene jönni, de nagyon boldogok vagyunk, hogy mégis megtisztelt bennünket, úgyhogy köszönjük, hogy eljött János. Más vissza, mint az, hogy köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, további szép napot és további jó muzsikálást a fiataloknak, és mindenkinek köszönjük a jelenlétet. Viszontlátásra! Thank you.